50 ezer diploma maradt eddig a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályán nyelvvizsgahiány miatt. Azok, akiknek már sikerült az államvizsgájuk, nincs hallgatói jogviszonyuk és legfeljebb 35 évesek, részt vehetnek a diplomamentő programban. Ennek célja, hogy visszaszorítsák azoknak a számát, akik diploma nélkül fejezik be felsőfokú tanulmányaikat. Olyan 240 órás tanfolyamot dotálunk azok számára, akik ebben érintettek vagy érintettek lehetnek, mintegy 300 ezer forint értékben, amivel lehetőséget biztosítunk egy C-típusú középfokú angol vagy német nyelvvizsga megszerzéséhez. Nagyságrendileg úgy néz ki, hogy márciustól lehetne jelentkezni majd egy webes felületen azok, akik érintettek. 3 milliárd forintot különítettünk el erre a programra. Ez nagyságrendileg egy 10 ezer érintettnek ad majd lehetőséget arra, hogy megszerezze. Ezáltal a nyelvtanfolyam teljesen ingyenes lesz számukra, egyedül a nyelvvizsgadíját kell állniuk. A program fő célja, hogy ez a beragadt diplomával rendelkező 50 ezer ember minél előbb el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Ebből az 50 ezer főből 10 ezer regisztrált álláskeresőnek számít, így nekik a tanfolyam és az első nyelvvizsga is díjmentes lesz. A program illetékesei először az intézményeket, majd a résztvevőket választják ki. Örülök neki, mert nekem is csak a fele van meg a nyelvvizsgámnak, és így lehetőségem nyílna akkor arra, hogy ingyenesen tanuljak, illetve nehezen kelljen görcsölni, hogy meglegyen a diploma. Az államtitkár elmondta, Magyarországon a diplomások munkanélküliségi rátája 6% körül mozog, míg az ennél alacsonyabb végzettséggel rendelkezőknél ez az arány már 26%. Ezt szeretnék még tovább csökkenteni. A program idén márciusban indul el, és egészen 2015. augusztusáig lehet rá jelentkezni.